köszöntöm a Fogadóra nézőit. A mai vendégem Kovács László rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője, és több témát is fogunk érinteni a mai beszélgetésben. Először azzal szeretnék kezdeni, hogy hétfőn ért véget, augusztus 5-én a fokozott ellenőrzés, ezzel kapcsolatban fogok néhány kérdést feltenni. Sok szeretettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm. Ugye hétfőn ért véget a fokozott ellenőrzés, majdnem 2 hét volt. Miért volt szükség elrendelni ezt a fokozott ellenőrzést? A rendőrségnek vannak különböző általános lehetőségei, amelyek mindig rendelkezésre állnak, és vannak olyan speciális feladatok is, amelyeknek meg kell teremteni a jogi hátterét, és amire oda kell figyelni. Az elmúlt időszakunk az eléggé terhelt volt az unokázós bűncselekményekkel. Erről már sokat beszélgettünk itt a stúdióban. Ugye ez arról szól, amikor időskorúakat megszólítanak telefonon vadidegen emberek, és elmesélik, hogy ők a gyermekük, vagy az unokájuk, és komoly pénzösszegeket, vagy ott esetben egyéb értéktárgyakat csalnak ki tőlük az éjszaka közepén, vagy akár délután, vagy nappal, tehát nagyon-nagyon változó struktúrában. Az unokázós bűncselekmények megjelenése ezért hullámzó. Tehát van, amikor elcsendesedik, és 2-3 hónapig nincsen semmi. Nyilvánvalóan ez nagyon erősen befolyásolja azt, hogy mikor, hol sikerül egy-egy ilyen csapatot összefogni, letartóztatni és büntető eljárás alá vonni, hogy utána már többet ne tudjanak ilyeneket elkövetni, de hát azért ez mindig újraéled. És amikor újraéled, akkor az tendenciózusan egy-egy területen nagyobb volumenben jelenik meg, és sajnos ez így volt nálunk is. Nagyjából 1-3 héttel ezelőtt megint érkezett egy hullám, amikor 2-3-4 telefonhívás is befutott. Szerencsére nem sikerül már olyan mértékben megtéveszteni az embereket, mint mondjuk tavaly előtt, amikor ez az egész megindult. Óriás hála egyébként a média partnereknek, akik egyfolytában tolják az információt, hogy ennek nem szabad bedőlni. De azt azért látni kell, hogy nem véletlenül időskorúakat találnak meg ezzel a bűncselekménytípussal, ezzel az elkövetési módszerrel, ugyanis sokkal könnyebb megijeszteni ezeket az embereket. Sokkal erőteljesebb ilyen érzelmi kötődések vannak, ugye itt egy unokáról, egy gyermekről beszélünk, és a félelem, meg a riadalom, meg mindenféle egyéb dolgok, amik megjelennek, hamarabb elhitetik az áldozattal, hogy tényleg az unokájával beszél, és tényleg azért másmilyen a hangja, mint amilyen egyébként az elmúlt 28 évben volt, nem mondjuk megütötte az arcát, a torkát egy közlekedési balesetben. És hát így lehet áldozattá válni. Most ahhoz, hogy mi a területet intenzíven és hatékonyan tudjuk szőrni, ahhoz mindenféleképpen fontos, hogy legyen mondjuk egy fokozott ellenőrzés elrendelve, mert ez a fokozott ellenőrzés, ez több lehetőséget biztosít az én kollégáim számára, sokkal mélységibb információkat tudnak szerezni azokról az emberekről, akik itt a területen mozognak, és ez lehetőséget ad arra, hogy felderítsük. Úgyhogy ezeket a bűncselekményeket, úgyhogy ez mindenféleképpen fontos volt. Egyébként úgy tűnik egyelőre, hogy a célját el is érte, ez mindenféleképpen hasznos számunkra is, meg én úgy gondolom, hogy az itt élő emberek számára is. Most szerencsére megint egy ilyen nyugvó ponton vagyunk ezzel a bűncselekmények kapcsolatban, de munkanélküliek még emiatt sem lettünk, úgyhogy mindenképpen folytatni kell ezt a munkát, hogyha nem is fokozott ellenőrzés keretein belül, hanem más struktúrában, mint ahogy meg is teszünk, és sajnos ennek is megvan az eredménye is. Ahogy mondta az előbb, itt nem csak közúti ellenőrzésről volt szó, van szó. Mit takar ez, mitől áll fel pontosan ez az ellenőrzés? A fokozott ellenőrzési struktúra annyiban különbözik az általános ellenőrzéstől, hogy plusz jogosultságokat nyit meg. Gépjárművek átvizsgálását, a csomagok átvizsgálását, ezt lehetővé teszi. Egyébként is meg lehet ezt tenni természetesen, csak más jogi formulák mentén. Tehát ez egyszerűbbé teszi. Most mivel az elmúlt időszakban nem csak készpénzt vittek el az unokázós csalók, hanem vittek el egyéb értéktárgyakat és ékszereket, meg ilyesmit, azt nekünk keresnünk kell. És azt, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezért van szükség erre a jogi háttérre, ezért van szükség ennek a fokozott ellenőrzésnek az elrendelésére. És aztán azért azt látni kell, hogy ahol fát vágnak, ott azért hullik a forgás, tehát attól függetlenül, hogy mi mondjuk megpróbálunk egy adott típusú bűncselekménynek a felderítésére, megelőzésére koncentrálni, ezért ott megjelenik nagyon sok más is mellette. Így jártunk például az elmúlt időszakban például az ittas vezetők szűrésénél is. Ugye, ha már egyébként is fokozott ellenőrzésünk van, akkor minden mást is ellenőrzünk, hogyha már éppen kint vagyunk a közterületen. Mellé szervezhetünk adott esetben mondjuk egy fintípusú ellenőrzést, erről is beszéltünk már jó néhányszor itt, amikor gyakorlatilag egy adott időszakban, egy adott rövid időszakban, egy területen az összes gépjárművezetőt leellenőrizzük, és ott ittasságot vizsgálunk kiemelten. De sajnos az elmúlt
hétvégének az volt a trendje, hogy nagyjából a második vagy a harmadik autósig jutottunk el, anélkül, hogy intézkedésbe kellett volna kezdeni, úgyhogy jó néhány ittas vezető ki lett szűrve a hétvégén, ami egyébként nem kevésbé veszélyes, mint mondjuk az unokázós bűncselekmény, hiszen ezek az emberek, ezek itt közöttünk közlekednek autóval, és egy teljesen ártatlan helyzetből is nagyon komoly tragédiák születhetnek meg, hiszen most az utcán kint vannak a gyerekek, mindenki játszik, kerékpározik, lohol jobbra-balra, nagyobb a forgalom, jönnek a turisták, kint vannak a kerékpárosok, úgyhogy az ittas vezetők is nagyon komoly veszélyt jelentenek. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt az is, hogy jó néhány ittas vezetőt kivontunk a forgalomból, és egyébként meg azt mutatja ez a tendencia, hogy nem is szabad elengedni ezt a vonalat, mert hogyha ilyen könnyen lehet ittas vezetőt fogni a területen, fogalmazzunk így, ez elég durván hangzik, de lássuk be, hogy erről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy túlságosan bátrak a gépjárművezetők, és úgy gondolják, hogy ezt megtehetik. Pedig nem, mert azért nagyon sok forrásból azért lehet látni, hogyha valaki mondjuk alkoholt fogyaszt, akkor hogyan változnak meg a reakciókészségei, hogyan reagál bizonyos helyzetekre, hogyan tud egyébként frekventáltabban és nagyobbakat hibázni, mint egyébként, hogyha tiszta a tudata. Úgyhogy erre is rá kell feküdnünk, és ezt a feladatrendszert is tovább kell mozgatnunk, és fogjuk is folyamatosan a nyári időszak alatt, mert hogy látszik, hogy szükség van rá. Az ittas vezetők mellett még miket tapasztaltak, illetve mennyire voltak együttműködőek az emberek? Az emberek egyébként alapvetően együttműködőek, én úgy gondolom. Nyilván, aki bármi oknál fogva mondjuk rendőrintézkedés alá kerül, és mondjuk valami hibát elkövet, és mondjuk ezért megszankcionálják a helyszínen, azért 10 emberből 8 az nem azért lesz majd dühös, mert elkövetett valami szabálysértést, tehát nem magára lesz dühös, hanem nyilván a rendőrre lesz dühös, mert ő észrevette. De hát ezt nekünk kezelni kell, hát most a fogorvos is megszúrja az ínyünket, és mérgesek vagyunk rá, de egyébként meg nem véletlenül csinálja ő sem szerencsétlen, hanem azért, mert ez a dolga is próbál egyébként valahol valami nagy egyensúlyt megbent tartani. De alapvetően úgy gondolom, hogy az emberek jól fogadják ezeket az ellenőrzéseket, és szerintem azok, akiknek egyáltalán semmi félni valójuk nincsen, azok meg is nyugszanak egy picit, hogyha látják, hogy a rendőrök zsizsegnek a környéken is, és ez egyfajta üzenet mindenki más számára is, aki egyben mondjuk nem tisztességes szándékkal érkezik ide hozzánk. Ez alapján, a tapasztalat alapján mi most a következő célkitűzés vagy terv, akár így az ellenőrzéseket tekintve? Mint ahogy mondtam, az ittas ellenőrzéseket mindenféleképpen tovább kell vinni, mert ez nagyon-nagyon fontos. Vannak olyan területeink, amire fokozottabban oda kell figyelni. Mindig látszik az elmúlt időszak bűncselekményi helyzetének, szabálysértési helyzetének, közlekedési baleseti helyzetének az elemzése alapján, hogy hova kell nekünk koncentrálnunk. Sajnos jó néhány közlekedési balesetünk is volt. Ezek megint csak a tipikus ráfutásos balesetek, amelyeknek szerencsére nagyon súlyos egészségügyi következménye általában nincsen, anyagi kár, egy könnyű sérülés, talán egy-egy súlyos sérülés, és mindig ezek a frekventált csomópontok jelennek meg nálunk. Ez nagyon érdekes, ugye, hogyha általában egy enyhébb kimenetelű baleset következik be nálunk, akkor az leginkább a 11-es főúthoz köthető, hiszen ott topognak egymás után az autósok, türelmetlenek, összekoccanak, ott nincs nagy sebesség. Viszont, hogyha egy súlyosabb baleset történik, az általában mindig valamelyik külső útszakaszon jelenik meg. Ott, ahol nem olyan sűrű a gépjárműforgalom, ott, ahol úgy érzi a gépjárművezető, hogy ő mehet gyorsabban, mehet egy kicsit fegyelmezetlenebbül, adott esetben, hogyha az egyik kanyarba átsodródik a szemközlésába, akkor sem történik baj, de hát sajnos ilyenkor is történik. Ezeket szokták az én kollégáim kielemezgetni közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi szempontból, és akkor ehhez mérten rakjuk mindig össze a csomagot, hogy mik azok a dolgok, amire odafigyelünk. Szerintem mi lennénk a legboldogabbak, hogyha egyszerre csak egy tényezőre kellene odafigyelni, de ez nem így van, hanem nagyon sok szegmensből kell ezt követni. Viszont biztos, hogy megvan ennek a haszna, hogy ezt így csináljuk, mert azért az elmúlt időszakban, az elmúlt jó néhány évben olyan drasztikusan csökkent mondjuk a bűncselekmények száma itt a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén, Budakalásztól Visegrádig, ami egyértelműen mutatja, hogy megvan ennek a munkának a haszna és az értéke. De hát próbálunk, mondjuk már telhetetlenek lenni, és akkor még lejjebb szorítani ezeket a számokat. És az unokázós csalókról egy kicsit beszéltünk, de abban egy kicsit próbáljunk meg segítséget nyújtani a nézőknek, hogy hogyan lehet őket kiszűrni, hogyan tudhatjuk meg, hogy itt valószínűleg valami átverésről van szó. Nagyon nehéz dolog, mert nagyon sok időssel felveszük a kapcsolatot, meg fel is vettük. Prevenciós előadások, média híradás, írott sajtó, tényleg a csapból is ez folyik.
és ezzel együtt mégis el lehet érni azt az időseknél, hogy egyszerűen leblokkoljanak. Tehát egy olyan hihetetlen mentális gátat építenek köréjük, hogy meg se fordul a fejükben, hogy becsapják őket. Megijednek, megriadnak, és utána egy ilyen ösztönszerű GPS gondolkodásba belecsúsznak, és akkor elkezdik kiszolgálni ezt a bűncselekményt. Úgyhogy a legfontosabb az lenne egyébként, hogy ne csak mi szólítsuk meg az időskorúakat, hanem azok a fiatalok, középkorúak, mint amilyen ön vagy, mint amilyen én vagyok, találjuk meg az édesanyánkat, találjuk meg a nagymamánkat, és újra és újra említsük meg neki, hogy figyelj, mami, van egy ilyen dolog, erre oda kell figyelni, ha netán valaki ilyesmire hivatkozna, vagy ilyesmit tenne, akkor ha tudsz, akkor próbálj meg arra koncentrálni, hogy először meg kell győződni arról, hogy tényleg történt a baj. Ugyanis ez a kulcsa az egésznek. Hogyha egy időskorú azt mondja a telefonban, hogy jó, akkor mindjárt felhívom az unokámat, és megkérdezem, hogy mi a helyzet, mert visszahívom a telefonján, akkor abban a pillanatban vége van az egésznek. Mert akkor levágják az elkövetők, hogy itt baj van. Hogyha megszakítják a vonalat, akkor valószínűleg nem fogják visszahívni soha többet, és azért nem hívják vissza, mert azt vélelmezik, hogy ő egy másik ágon elkezdi visszaellenőrizni ezt az információt. A lehető legritkábban fordul elő, én nem is emlékszem olyan esetre, amikor mondjuk egy időskorú kinyomta volna a vonalat, és akkor utána megint elkezdték volna nyomni, hogy akkor de, hidd el, hogy mi vagyunk. Félnek attól, hogy esetleg lebukhatnak? Természetesen. Hát ez egy klasszikus dekonspiráció, tehát akkor benne van a pakliba, hogy visszaellenőrizték, és hogyha visszaellenőrizték, akkor ezen már nincs mit táncikálni ezen a történeten. És akkor nem mennek. Tehát odáig kellene eljutni, hogyha egy ilyen helyzet van, és odáig kellene nekünk, akik talán egy picit, nem tudom, kevésebb érzelmi kötődéssel tudjuk presszionálni az időskorúakat, hogy meg kell szakítani a vonalat. Meg kell szakítani a vonalat. Hogyha az tényleg az unoka, ha az tényleg a gyermek, ha tényleg a rendőrség, akkor újra fogják hívni. Az biztos. Hiszen nekik nagyon fontos az, hogy ezt az információt eljuttassák A-ból B-be. Ha megszakad vonalon, visszahívják. Ha kétszer szakad meg, akkor kétszer fogják visszahívni. De a bűnelkövetők, az, hogyha megszakad a vonal, akkor utána 99%, hogy nem fognak még egyszer telefonálni, azért nem telefonálnak még egyszer, mert félnek attól, hogy lebuktak. Ez egy ilyen egyszerű kis kulcs, borzasztó nehéz abban a helyzetben ezt megtenni, amikor valakit felidegesítenek és bestresszel azon, hogy valamelyik hozzátartozójával valami gond történt, de lehet, hogyha ezt hetente, két naponta, három naponta egy nagymamának vagy egy nagypapának elmondjuk, hogy ilyen előfordulhat, és akkor tényleg az legyen az első, arra koncentrál, hogy nyom meg a piros gombot, akkor lehet, hogy óriásit segítünk rajta, és mondjuk megmentjük attól, hogy egy élet összekuporgatott vagyonát elvigye egy vadidegen ember az éjszaka közepén. És a másik téma, ami picit azért kapcsolódik is ehhez, azok a betörések. És azért is említem ezt a témát, mert pont most az éjszaka a kollégái nagyon szorgoskodtak. Így igaz. Sajnos időről időre megjelennek a területen, ugye a betöréseket nem mi csinálják, mert a bűncselekményeket sem a rendőrség csinál, csak felderíti, meg próbálja moderálni, meg visszafogni, és azzal együtt, hogy óriási csökkentek a számok, azért mindig van elszórtan egy-egy olyan esemény, ami jelent valamit, illetve adott esetben előfordulhat, hogy bizonyos területen nagyobb koncentrációban is megjelenik. 4-5-6 esemény. Így történt ez, a szerencsére ez nem Szentendréhez kötődik, hanem Pomázon volt, de egy adott területen belül több bűncselekményt is elkövettek. Ezekben volt lakásbetörés, volt olyan egyéb betörés és lopás, ami nem kifejezetten lakáshoz kötődik, hanem valami egyéb helységhez, tárolóhoz, ehhez az amaszhoz. És itt végeztek a kollégák egy kiváló elemző munkát, összefésülték a különböző helyszíni nyomokat, begyűjtötték a helyszíni információkat, és valóban tegnap reggel megindult a csapat, összeszedték a legügyesebb, legkiválóbb kollégákat, ami gyakorlatilag, mivel nem vagyunk túl sokan, szerintem mindenki benne volt ebbe a csapatba, és szépen végigfutottak ezen a vonalon, és jó néhány vagyon elleni bűncselekményt, ilyen betöréses lopást, lakásbetörés sikerült felderíteni a pomázi térségben. Nagyon sok értéket megtaláltunk, ez nagyon fontos, mert ugye hát akkor vissza lehet adni. Ebbe volt minden az égvilágon, az apróbb ilyen kis használati tártól kezdve egészen a laptopig. És hát egy elkövető jelenleg őrizetbevétel alatt áll, tehát most őrizetbe vettük, és az előzetes letartóztatását fogjuk kezdeményezni, és bízunk benne egyébként, hogy a továbbiakban még több olyan bűncselekményt is sikerül felderítenünk, amit akkor, amikor megtörtént az esemény, nem volt elég információnk hozzá, de lehet, hogy így utólag majd
szépen össze tudjuk rendezni, és az összkörülmények alapján majd ezeket is lehet bizonyítani, ezeket is fel lehet deríteni. Nagyon sokszor van az, hogy zajlik egy-egy nyomozás, de abban nincsen elég információ, ugye mi csak információból dolgozunk. De ha senki nem lát semmit, hogyha nincs egy biztonsági kamera, ha elég fineszes volt az elkövető, és nem nagyon hagyott a helyszínen olyan nyomot, ami alapján el lehetne indulni, akkor nem biztos, hogy azt abban az időszakban adott nyomozás során fel lehet deríteni, viszont nagyon sok utólagos felderítésünk van, amikor már a másik oldalról megyünk, és megnézzük, hogy ki volt a mi kis elkövetőnk, látjuk, hogy elkövetett 3-4-5 bűncselekményt, akkor elkezdjük megnézni, hogy milyen bűncselekményeket követtek-e hasonló módszerekkel, hol vittek hasonló értékeket. Lehet, hogy egy orgazda, aki felvásárolja az értékeket, az köti össze a bűncselekményeket az elkövetővel. Nagyon sok alternatíva van ebbe. Úgyhogy most bízunk benne, hogy ez a tegnap éjszakai munka azon túl, hogy már jó néhány felderített bűncselekmény zsákban van, még majd néhányat utólag is adni fog nekünk. De mérhetetlenül büszke vagyok a kollégákra, mert nagyon nagy munkát végeztek el, és nagyon örülök neki, mert egyébként még ilyen közösségi média felületen még sértetti visszajelzést is kaptunk tegnap este 10 óra magasságába, hogy mennyire jól esett neki, hogy a kollégák normálisan bántak vele, és hogy mennyire megvan rajta döbbenve, hogy milyen sok mindenét vissza tudtuk szerezni, és hogy ez egy jó dolog. Ez minden nekünk is mindenféleképpen fontos, ez egy kicsit ilyen simogatja a lelkét az embernek. Meg mégiscsak azért az egymással való kapcsolat. Arra is kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy ilyen rajtaütésnél kik azok, akik mondjuk kimennek a rendőrség részéről? Itt kicsit a személyi állományra is kíváncsi lennék. Vegyes. Általában vegyes társaság van. Attól függően, hogy milyen elkövetőért megyünk, látjuk, hogy milyen előzménye van, lehet, hogy nem látjuk, mert mondjuk még nem volt korábban, nem került képbe, de hogyha tudjuk, hogy milyen emberről van szó, akkor nyilván fel kell térképezni, hogy milyen környezetben lakik, milyen menekülő útjai lehetnek meg ilyenek, és általában az egyenruhás és a bűnügyi állomány egy vegyes csapatba, egy ilyen vegyes konfigurációba indul neki az elfogásnak, és így segítik egymást, területet fogva, szemét fogva, adott esetben egy-egy objektumot, egy-egy ingatlant fogva, és akkor onnan indul meg a mutatvány már a helyszínen, és hát utána még nagyon sok feladat van, tehát hogyha most megfogunk a helyszínen egy elkövetőt, az önmagában még nagyon-nagyon kevés, akkor ott még nekünk bizonyítékot kell kutatni, tehát ott akkor, hogyha van egy emberünk, akkor azt őrizni kell, akkor mellé házkutatni kell, szemlézni kell, mindenféle egyebek. Ezért is fontos az, hogy egy nagyobb, ütőképes csoport menjen ki, többféle szakmai felülettel, hogy ott a helyszínen az a koordináló parancsnok, aki ezt a műveletet irányítja, az annak mindenre jusson megfelelő erőforrása, és hogy minden feladatot gyorsan el tudjanak végezni, és végre tudjanak hajtani. Hiszen egyébként mondjuk, hogyha valakit őrizetbe veszünk, ott nekünk van 72 óránk, és utána kifutunk az időből, és az előzetes letartóztatás, az indítványt, ezt meg még korábban meg kell tennünk, tehát minél hamarabb, minél több bizonyítékot be kell szereznünk ahhoz, hogy mondjuk így is tudjunk támogatni a nyomozást. És hogyha már a lopásról és a rablásról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk ki a strand okon történő bűncselekményeket, lopásokat, ami sajnos a térségben is jelen van. Igen. Ami nagyon fontos, de ez csak ilyen buta szakmázás, a rablást ezt visszautasítom. Rablásunk nem volt. A rablás az, amikor meg is vernek valakit, és úgy veszik el az értékeit, de ilyen nálunk nem volt. Viszont strandlopás igen, valóban volt. Legutóbb, amikor itt jártam önöknél a stúdióba, akkor pont arról beszélgettünk, hogy hogyan érdemes vigyázni az értékeinkre, hogyha kint vagyunk a strandon, mi az, amit érdemes bevinni, járműben, hogy hagyunk értéket. Hát ez nem mindig sikerül. Most az elmúlt időszakban indult 2-3 olyan ügyünk, amikor strandon loptak el kisebb-nagyobb értékeket. Van benne olyan is, ahol sikerült az elkövetőt eljárás alá vonnunk, de van olyan is, ahol semmiféle információnk nincsen. A személyes értékeink védelme az mindenkinek feladata. Nem lehet ott a rendőr, a biztonsági őr, a teljesen mindegy, hogy kicsoda, állandóan, hogy majd őrizze a mi cuccainkat. Arra nekünk is oda kell figyelni. És egyébként meg a kárenyhítés irányába kell elmenni mindenféleképpen, tehát amit nem muszáj, azt nem tesszük ki közprédának, arra nem hívjuk fel a figyelmet, hogyha kimegyünk és mondjuk olvasni akarunk, akkor nem biztos, hogy egy tabletet érdemes elvinni, vagy egy e-bookot, akkor vigyünk el egy 33 forintos könyvet, amit hogyha elvisznek, akkor szomorúak vagyunk, de azért mégiscsak más érzés, mint hogyha mondjuk egy új mobiltelefont kellene vásárolnunk, mert éppen előtte abból olvasgattunk valamit, majd bementünk strandolni és elveszítettük. Erre mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet. És hogyha már itt a őrzésről beszélgettünk, akkor idén is megrendezik az őrzők napját. Mit lehet erről tudni, mi ez pontosan? Az őrzők napja most már az 5. lesz. Nagyon örülünk ennek a programnak. Büszkék vagyunk rá, mert hogy ezt mi kezdeményeztük annak idején. Ugye már 4 ilyen program lement.
Szentendre városa nagyon érdekes, speciális helyzetben van, hiszen van saját tűzoltósága, van egy honvéd altiszti akadémia, tehát a katonák is megjelennek, meg hát itt a rendőrkapitányság. És innen jött az az ötlet, hogy akkor egy fél napra vegyük birtokba a város legfrekventáltabb részét, költözzünk le a korzóra, nyissuk meg a kapukat és mutassunk meg mindent, amit meg lehet mutatni az embereknek, a gyerekeknek, a felnőtteknek, bárkinek, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis jambori szokott ez lenni. A Honvéd Altiszti Akadémia kivonultatja a teljes honvédelmi arzenált, amivel ők rendelkeznek. Fantasztikus katonaemberek folyamatosan támogatják, segítik azokat az embereket, akik odaérkeznek a helyszínre, fegyvert adnak a kezükbe, elmagyarázzák, bepakolgatják a gyerekeket a teherautókba, a BTR-ekbe, kiszedik mindenféle egyebek, ez nagyon nagy élmény a gyerkőcöknek. A tűzoltó kollégák megmutatják azokat a szakmai bravúrokat, amiket ők nagyon sokszor elvégeznek. És itt nem feltétlenül csak arról beszélünk, hogy tüzet kell oltani, hiszen a tűzoltók nagyon sok minden egyébbe is beleállnak. Hogyha csak arra gondolunk, hogy 2-3 héttel ezelőtt itt olyan vihar volt, hogy össze-vissza dőltek, szakadtak a fák, és rengeteg ember kért segítségét, és olyankor is ezek a kollégák mennek és elvégzik azt a kemény fizikai munkát, ami ahhoz kell, hogy valaki újra bejusson az ingatlanába, hogy leszedjék a rászakadt fát a tetőről, meg ilyenek. Ez is nagyon fontos, ezt is megmutatják egyébként a műszaki felszereltségüket, meg mellé füssátrat hoznak, meg emelőkosarat, meg mindenféle egyebek, ez nagyon látványos. És hát az én kollégáim pedig mindenféle olyan szakmai feladatot, ami rendőrséghez kötődik, közlekedés, biztonság, baleset megelőzés, bűn megelőzés, mi is megpróbálunk mindenféle egyebet felvonultatni. A program maga önmagában rendkívül látványos, katonai térzenével indul. Ugye az Altiszti Akadémia kiváló zenészei egy nagyon kellemes programot indítanak ott el nekünk, aztán van mindenféle bemutató, ami mondjuk egyszer történik meg a program során. Ezek általában kutyás szakmai bemutatók szoktak lenni. Éveken keresztül volt baleseti szimulációnk, amikor két autót ott a helyszínen törtünk össze, amit utána megmutattuk, hogy ez hogyan dolgozok fel a balesetet, és utána a tűzoltók ilyen apró csíkekre szétvágták az egészet ott a helyszínen, tehát ilyen közös művelet is volt. Idén is lesz. Idén egy picit máshogy tervezzük, most megpróbáljuk máshogy fűszerezni, hogy aki már esetleg járt kint őrzők napján, az lásson valami más felületet is. És intézkedés taktikai bemutató, technikai bemutatók, mindenféle egyebek, ez egy nagyon-nagyon jó pufa látványos program. Minden évben szeptember 20-a környékére rendeződik ez az Európai Mobilitási Héthez kötődik, és az autómentes naphoz, és idén is szeptember 20-a péntek, és úgy tervezzük, hogy 9 óra 30 perckor belecsapunk a lecsóba, és elkezdjük szórakoztatni azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy meglátogatnak minket kint a Nodaparton. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Hát akkor idén is mindenképpen érdemes kilátogatni az őrzők napjára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásokat, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Kovács László, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.